Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves jó testvérek, február 1-én ezen a keddi napon egy meglehetősen hosszú evangéliumot olvashatok fel, de érdemes meghallgatni figyelmesen, két részből áll, és a kettő szoros kapcsolatban van egymással, pedig úgy tűnik, mintha csak úgy véletlenszerűen találkozna a két sztori. Márk evangéliumáról van egyébként szó. Egy alkalommal, amikor Jézus a bárkával átkelt a Genezáreti tó túlsó partjára, a parton nagy tömegsereg lett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, és mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte: halálán van a lányom, jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Erről elment vele. Nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte. Volt ott egy asszony, aki már 12 éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá. Mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így gondolkodott magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. És azonnal megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus azonban észrevette, hogy erő ment ki belőle. Megfordult a tömeghez, és megkérdezte: ki érintett meg engem? Tanítványai ezt válaszolták: látod, hogy szorongat a tömeg, mégis azt kérdezett, hogy ki érintett meg, de ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előlépett, mert hisz tudta, hogy mi történt vele, odaborult eléje, és őszintén bevallotta neki az igazságot. Ő így szólt hozzá: leányom, hited meggyógyított téged, menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga elöljárójának házából, és közölték vele: meghalt a lányod, miért fárasztanád tovább a mestert? A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: ne félj, csak higgy! Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül, senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: mit lármáztok? Miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt maga mellél, vette a gyermek apját és anyját, és velük együtt bement abba a helységbe, ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki: Talita, kum, ami annyit jelent: kislány, kelj föl! A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. 12 éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól, de ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Aztán szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak. Ennyi a mai evangélium. Hát sok összefüggést lehet találni, de most nem bírom ki, hogy mindenek előtt ne azt mondjam: véletlen, hogy éppen 12 éve volt vérfolyásban szenvedő ez az asszony, és ugyanakkor 12 éves volt a kislány, akit föltámasztott a halálból? Talán nem véletlen, hiszen véletlen különben is csak úgy tűnik néha, hogy az, de az a Jóisten egyik kvázi fedőneve. 12-es számról mi jut eszünkbe? Igen, sorolhatjuk.
Péter, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Simon, Tádé, Máté, Júdás. A 12 apostol. Az Anya Szent Egyház az, aki mindenkor már, mint a 12 oszlopra, apostolra épülő misztikus teste Krisztusnak, aki mindenkor képes arra, hogy mindent megoldjon, minden bajt ellensúlyozzon, minden halálból föltámaszon bennünket, minden betegségben meggyógyítson. Csak azt kell komolyan vennünk, amit mond is ebben az evangéliumban. Ne félj, csak higgy. Lemérhetjük a saját hitünket ezen. Mennyire félünk? És mennyire jut eszünkbe, bocsánat, az, hogy orvoshoz kell menni, ha valami fáj, és mennyiszer, hányszor jut eszünkbe, és milyen komolyan, hogy a jó Istenhez kell mennünk. Ezzel a járvánnyal kapcsolatban hányszor mondtam az elmúlt, most már sajnos, bocsánat, de években, hogy a nagy világjárványok esetében ott voltak azok a szent életű személyek, köztük szent papok és pápák, akik mentek és a Jóisten kérték segítségül, körmenetben vitték magukkal az oltári szentséget, megáldották a betegeket, és így gyógyultak ki a betegségükből. Most volt valaki ilyen körmeneten? Mi kérjük egyáltalán tényleg a Jóistent, hogy gyógyíts meg. Pedig hát ez megtörtént. Ez egy konkrét történet. És pedig ebből, most figyelj, ebből az is kiolvasható, hogy Jézus él, Jézus föltámadt. Ugyanis mit olvastunk a végén? Hogy azt mondja Jézus, hogy senkinek ne beszéljetek róla, meddig tartott ez a tiltás, amíg az emberfia föl nem támad a halálból. Eljutott hozzánk a hír? Most én felolvashattam itt a televízió stúdiójában? Prédikálhatunk erről mi papok? Beszélgethettek ti egymás között erről, mert tudtok róla, hogy mi történt? Igen, tehát ez már a föltámadás után kell, hogy legyen. Vagyis Jézus föltámad, Jézus él. Jézushoz ma ugyanúgy mehetnénk, de kár, hogy feltételes módban mondom, gyógyulást keresni bajainkban, mint ahogy mentek. Például ez a Jairus. Ez a Jairus, akinek hát a neve is egy zsidó név. Meg hát mi volt a foglalkozása? A zsinagógának volt az előjárója. Tehát egy hithű zsidó. És mikor találkozik Jézussal, leborul előtte, és úgy kéri, hogy gyógyítsa meg a lányát, mert súlyos beteg. Ne felejtsünk el soha imádkozni zsidó testvéreinkért. Ne felejtsünk el, nem csak egy évben egyszer, többször is, hogy leboruljunk együtt velük Jézus elé, és kérjük a gyógyulást saját magunk részére, vagy éppenséggel családtagjaink részére, vagy általánosságban a betegekért. Ez a bizonyos feltámasztás pedig ráadásul egy nagyon kedves történettel zárul. Amikor a 12 éves kislány magához tér, akkor Jézus nem csak azt veszi tudomásul, hogy sikerült föltámasztanom, hanem érzi, hogy felelősséggel tartozik feléje, és ezért odaszól az édesapjának, édesanyjának, adjatok a kislánynak enni. Ez olyan kedves dolog, hogy nem azt kéri, hogy hű, most itt boruljunk le, itt most netán bocsánat, de tapsoljuk meg, hogy milyen sikeres volt ez a működés, hanem adjunk neki enni. És pedig mi adjunk, mint a kenyér és halszaporításnál, ti adjatok neki enni, mondja a 12 apostolnak. Rajtunk a sor, hogy hogyan vesszük tudomásul Jézus segítségét, és mire érezzük ezt kötelezően magunkra nézve. Igenis, kötelesek vagyunk Jézussal együtt boldogok lenni, de egyben már is a másiknak a szolgálatára lenni, adni a másiknak enni. Vége a farsangnak itt a nagybőjt. Adjunk, vagy éppenséggel figyelmeztessük a másikat, hogy na most ezzel az étkezéssel tudott éppen kifejezni, Jézushoz tartozó vagy sem. Tudod, mi az, hogy nagybőjt?
kívánom, hogy örömmel válaszolja mindenki, aki most nézi, hogy hogy ne tudnám. Hát Hamvazó szerdával megkezdődik minden esztendőben a húsvétig tartó idő. Akarjunk gyógyulni, akarjunk, ha kell, bőjtölni, ha lehet, akkor enni, adni az embertársainknak, vagyis boldoggá tenni egymást, és imádni a Jóistent. Köszönöm a figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!